Tisztelettel gratulálunk Horváth Ferencnek, a Nemzetiségi Országgyűlési Képviselőnek, immár a második mandátumot nyerte el. Nagyon nagy felelősség az, amikor az első 4 évet az ember leteszi az asztalra, és aztán kérik, hogy tessék így, vagy még jobban tovább dolgozni. Lehetséges-e mindazokat az eredményeket fölülmúlni, amelyeket már prezentálni tudtak, illetve amelyet a muravidéki magyarság már érez. Ami viszont a legjelentősebb, és gondolom ez a legnagyobb kötelezettsége is most, mint újra választott képviselőnek, hogy ezt az államközi megállapodást, amely 5 éven keresztül 5 millió eurót biztosít a különféle fejlesztésekhez. Mire kötelez egy kisebbségi képviselőt ez a igen jelentős beruházási lehetőség, támogatás? Először is szeretném megköszönni a jó kívánságokat, és mindenkit sok szeretettel köszöntök. Ha magamban nem érezném azt az erőt, hogy legalább ilyen eredményeket tudjak produkálni a következő időszakban, akkor nem is vállaltam volna a megmérettetést a választásokon. De természetesen egy nemzetiségi országgyűlési képviselő, a mi esetünkben 2 személyes frakció vagyunk az olasz kollégával, mindig olyan eredményeket tudunk elérni, amennyire a mindenkori kormányban is nyitottság van erre, hogy támogassa a két összességet. Valóban az előző kormánnyal egy nagyon jó megállapodást kötöttünk, számos olyan beruházás kezd megvalósulni, amelyről korábban csak álmodni szoktunk, amit ön is említett, hogy a következő 5 évben évente 5 millió euró érkezik a Muravidékre, 5 millió euró érkezik szintén Magyarországra, a Rábavidékre, tehát számomra mindig fontos, hogy a két közösséget megpróbáljuk együtt támogatni. Úgyhogy én bízom abban, hogy attól függetlenül, hogy most a választásokat követően egy balközép kormány kerül Szlovéniában majd a hatalomra, én bízom abban, hogy a parlamenti hagyományokhoz méltan a jövőben is lesz egy olyan megállapodása a kormánynak, illetve a miniszterelnök a két őshonos közösség vezetőjével, illetve képviselőjével, amely a mi közösségünknek is az előnyét szolgálja. Amikor a magyar kisebbségről van szó, akkor vannak-e égető kérdések? Nem véletlenül kérdezem. Az utóbbi 2 évben bizony mindenkit sújtott ez a járvány okozta gazdasági megtorpanásnak is nevezhető, tehát újra kell kezdeni. Mi az, ami leginkább a szlovéniai magyar kisebbségre, illetve a muraközi magyarságra vár? Tulajdonképpen a mi közösségünknek a legnagyobb, úgymond átka az, ha lehet így fogalmazni, hogy már 100 évvel ezelőtt is egy kis közösség volt, és nyilvánvaló, hogy ebben a 100 évben a létszámunk nemhogy növekedett volna, hanem drasztikusan csökkent. Tehát valahol mindig ezzel küzdünk, hogy megtartani ezt a magyar közösséget. Ez sehol sem a határon túli közösségével nem egy könnyű feladat, de ahol ilyen kis közösségről van szó, mint a miénk, talán még nehezebb a maga módján. Ugyanakkor Szlovénia lehet, hogy sok szempontból itt távolról nézve egy fejlett gazdaság, ország, ami az is, de ugyanakkor Muravidék Szlovénián belül az egyik gazdaságilag legjobban elmaradt, úgymond régió, ami azt jelenti, hogy a fiatalok különösen az elmúlt években viszonylag tömegesen hagyják el a térséget, egyetem után már nem érkeznek haza, akár Szlovénia belsejében találnak, vagy keresik meg a jövőjüket, vagy akár külföldre utaznak. Tehát azért nagyon fontosak ezek a fejlesztési projektek, amelyeket lassan az előző mandátra sikerült elkezdeni, a magyar kormánnyal pedig már gyakorlatilag 10 éve ezen dolgozunk, hiszen a térséget kell vonzóbbá tennünk annak érdekében, hogy a magyar közösség itt megmaradjon, hogy a fiatalok vissza akarjanak idejönni, ha egyáltalán elmennek. Itt képzeljék a jövőjüket, itt akarjanak családot alapítani, hiszen hogyha a közösségünk annyira megfogy, akkor már nyilvánvaló más súlya lesz így a tudatban is, és igazából hiába vannak magas szinten biztosítva a nemzetiségjog, tulajdonképpen nem lesz, aki ezekkel majd éljen. Tehát nekünk mindenképpen a demográfiai képen kell amennyire lehet megpróbálni változtatni, ez pedig meggyőződésem szerint a 21. században csak gazdasági fejlesztéssel, beruházásokkal és munkahelyteremtéssel lehet megoldani. A gazdaságon belül is a kis és nagy vállalkozások, illetve közepes vállalkozások, vagy mi úgy nevezzük ezt, hogy családi vállalkozások, a nyerők úgymond, illetve a mezőgazdaság, és hát az idegenforgalom. Ezeken a területeken a muravidékiek hogyan boldogulnak? Tulajdonképpen ezek azok a területek, amelyeket ön is felsorolt, amely valahol a térségnek vagy a közösségnek is valahol az erejét jelenti. Tehát azt meg kell, hogy mondjam, hogy sajnos ebben az elmúlt 100 évben a magyar emberekből itten viszonylag kikopott a vállalkozói szellem. Az elmúlt években látunk itt egyfajta erősödést. Volt több gazdasági válság, amikor még a volt Jugoszláviából a cégek néhány évig a víz felett maradtak, majd pedig csődbe mentek és tömeges elbocsátások következtek. Az elmúlt években szerencsére azt tapasztaljuk, hogy itt különösen a lendvavidékben
Felvidéken, ahol a gazdaság jelentősége van a nemzetiségileg vegyesen lakott területen, sikerült egy jó átalakulást megvalósítani, és valóban nagyon sok ilyen kis közép vagy inkább családi vállalkozás is van. Számukra minden évben tudunk gazdaságfejlesztési támogatásokat biztosítani nyilvánvaló pályázaton keresztül, tehát nem mindenki számára. Azt látjuk, hogy évről évre nagyobb az igény, bizonyos területeken már munkaerőhiány is van. Tehát mi mindenképpen abban gondolkodunk a térségfejlesztésben is, hogy a hagyományainkat, kulturális örökségünket, a finom ételeinket, borainkat megpróbáljuk egy olyan csomagban turisztikai szempontból értékesíteni, hogy tömegesen jöjjenek ide az emberek. Nyilvánvalóan egy ilyen átadható tömegre gondolok, és ha a gazdaság felélénkül és fellendül, akkor ez nyilvánvaló részben új munkahelyeket, új vállalkozásokat generál, és én mindenképpen ennek látom a muravi közösségnek a jövőjét. Van egy elfogadott gazdaságfejlesztési programunk, és ezt kívánjuk mindkét ország támogatásával megvalósítani. Előbb Magyarországról indult ez a támogatás, majd ehhez valahol csatlakozott a szlovén kormány is, és én arra bizakodom, hogy a következő esztendőkben is jól tudjuk a két országból érkezett forrásokat kombinálni. És végül, de nem utolsó sorban, nem titok, hogy mindezek a törekvések nem lehetnek sikeresek, hogyha nincs meg a megfelelő kapcsolatrendszer. Milyen a kapcsolatrendszer a muravidéki magyarságnak a szlovéniai illetékesekkel, kormánnyal, az anyaországival, illetve más kárpát-medencei magyarsággal? Itt persze elsősorban Vajdaságra gondolok. A végével kezdem. A Kárpát-medencében nagyon jó a tekintélyünk, ami a magyar közösséget illeti, hiszen annak ellenére, hogy mi vagyunk a legkisebb közösség, egyben tartanak bennünket. Nekem is személyesen jók a kapcsolataim a határon túli magyar vezetőkkel, és itt az első között emelném ki Pásztor Istvánt, aki a választások előtt felhívott, hogy szurkol nekem, gyakorlatilag az eredmények tudtákor is már azonnal gratulált. Nagyon örülök neki, hogy a vajdasági magyaroknak ilyen vezetője van. Mondhatni azt egyfajta példaképemnek is tekintem, hiszen az elmúlt 11 évben, amióta én is a magyar közösségnek a vezetője vagyok, sok mindent tanultam, láthattam tőle, és láttam azokat a sikereket és eredményeket, amit elért, úgyhogy nagyon örülök, hogy a legutóbbi szerbiai választásokon is a pártja ilyen kiváló eredményt ért el. Ott voltunk az értékelőn is Budapesten, úgyhogy ennek az együttműködésnek mindig nagyon örülök, és remélem, hogy a jövőben is ez így fog folytatódni. A magyar kormánnyal is gyakorlatilag az elmúlt 11 évben, amióta a közösségnek a vezetője vagyok, évről évre szorosabb lett ez a kapcsolat. Megmutatkozott egy számos projektben, számos magasrangú politikusnak a látogatásában. Azt gondolom, hogy vezetőként élvezem a magyar kormánynak a bizalmát. Ez minden határon túli vezetőnek szerintem nagyon fontos, hogy érezze azt, hogy az anyaországban is elismerik azt a munkát, amelyet itt a közösséggel folytat. A szlovén kormányzattal is eddig kiváló volt a kapcsolat. Nyilvánvaló új választások, egy teljesen más, egy új mozgalom fogja a kormánynak a jelentős részét alakítani. Itt most majd gyakorlatilag újra kell ezeket a kapcsolatokat teremteni, de hiszem azt, hogy az elmúlt 11 év, de különösen az elmúlt 4 év munkája, amelyet Ljubljanában töltöttem, itt sem ütközök majd különösen nagyobb akadályokba. Részemről mindig mindenkivel nyitott vagyok arra, hogy együttműködjek, hogyha a közösségnek ebből az erőnyére származik. Részemről örömmel várom ezeket a feladatokat, és remélem, hogy sok olyan programot, projektet, elképzelést tudunk megvalósítani, amely a mi magyar közösségünket itt megtartja. Sok sikert kívánunk a következő 4 évben is, és reméljük, hogy majd pozitív eredményekről tudunk újra beszámolni. Nagyon szépen köszönöm, igyekszem, hogy mindent megtegyek ennek érdekében.